Üdvözlök minden kedves nézőt, én vagyok, és ez itt a mesterencét, trollkodós videómnak a második része. Direkt korra reggel jöttem fel, hogy kevesen legyenek fönt, és ne legyen nehéz válogatni az emberek közül, illetve ne legyen nagy perpotvar a csetem, hanem könnyen olvasni lehessen azt, ahol éppen vagyok. Mármint, hogy azoknak az embereknek az üzeneteit. Na gyorsan be is csapom magam. Jaj, ne, már valaki észrevette, hogy fönn vagyok. Nyap. Menjünk az első emberhez, aki nem más, mint ra... Na, na, na. Itt vagyunk az első embernél, akit Hova tűnt? Yep. Itt vagyok az első három embernél, akiket meg fogok trollkodni, és most nézem, hogy milyen menő kis petjük van. Már van ilyen is a mesterem én ezt nem is tudtam. Neki egy ilyen kis kacsacsőrű a másiknak meg volt egy földgömb, de az eltűnt innen. Nem is ez a lényeg, hanem az, hogy kezdjük el a trollkodást. Szóval lerakom ide a command blokkot, beleírom a parancsot, és rárakok egy gombot. Na, nyom meg. Hoppá. Itt egy tehén, aminek a hátán van egy zombi. Hát csak kicsit benne van a fában. És az a neve úgy, hogy Lajos. <laughs> És támad, menjél tehén. Szerintem ebből még kell egy pár darab neki. Én azt mondom. Verjétek el, gyerünk. Jöhet a következő. Easy. Easy. És Lajos! Lajos elintézze az egyik srácot. Nyap. hát az annyi. Szegény gyerek. Nem ütött ki azt. Nem ütött ki. Lajos megvédi. Mit akartál te csinálni a command blokkal? Rád is egy Lajos. Mindenkire egy Lajost. Lajos hadsereget fogok csinálni, ha mondom. Így is van. És nézzétek. Mennek utána. Elmenekült a gyerek. A másik meg. Hát az még itt van, bár rá is mennek a lajosok. És neki van ez a földgömb petje. És ő is ugyanarra menekül, mint a barátja. <laughs> ugyanarra elszaladt. Utána megy egy lajos, vigyáz. És elmenekültek. Ja, nem, itt vannak még, itt vannak még. Jó, akkor várjatok a következő dolog, amit csinálok. Takarodjatok innen. Hopp. Ajaj. Ajaj. Elolvasta az egyik. Na most mit fog csinálni? Várjál, el, ide jövök ehhez, és lerakok még egy táblát, ö, mondjuk ide. Várj, nem, 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 megyek utána, és mondjuk ide. Nem érted? Nézzük, elolvas-e. Könyörgöm, vedd észre azt a táblát. Hopp, és... Írtam volna a következő táblát, és eltűnt. Eltűnt a haverjával együtt. Hát, srácok, őket elüldöztem, pedig kaptak volna ajándékot. Na mindegy, menjünk a következő helyszínre, ami itt is van. Ketten horgásznak itt. Jó van, figyeljetek, én akkor azt mondom, hogy itt jöjjön föl homokból ez, és erre rárakok egy táblát. Mizu, srácok. <laughs> Figyeljétek. Na, na most mi lesz? Elgondolkodott. Na, Mizu. Ha? Átugrott, kiütötte, és nem mond, írni fog ő is valamit a táblára. Ír nekem valamit. Jó, na erre kíváncsi vagyok. Figyeljétek, srácok, most. Most nekünk ír valamit. Semmi. Veled, te csak ne kérdezz ilyeneket. Én vagyok Hero <laughs> De Erre mit mondasz a szöcsém. Ajaj, erre már másik fog mondani valamit. Azt hiszem, na most vajon mit fog írni? Erre is kíváncsi vagyok. Na, hát azt mondja, elnézést kérek, rohadja a oh. rátok úszítsam a lajos seregem. Na, kíváncsi vagyok, srácok, hogy kell -e nekik a lajos seregem? Kíváncsi e a lajos seregemre? Mindjárt válaszol is az egyik barátunk, el is olvasom, csak fejezze be az írást. De úgy kíváncsi vagyok, hogy rájöttek-e -e vajon, hogy én írogatok a táblákra, mármint hogy konkrétan én, mint Szebelian, mert ugye az előző mesteremcét rólkodós videót nagyon-nagyon sokan megnézték, és, és tényleg azt, azt, nagyon szépen köszönöm minden is nektek, és lehet, hogy ők is köztük voltak simán. Na nézzük, mit válaszoltak. Azt írta, hogy a milyen sereg? Na jó, nem ismeri a lajos sereget? Hát most meg kell, hogy ismerjétek ezt igennek veszem. <laughs> jó, jó, és akkor, srácok, indulhat is a Lajos sereg, csak akkor most egy kart veszek a kezembe, de még mindig válaszol valamit, de amúgy én is írni szeretnék még valamit a táblára. Ok. <laughs> Figyeljétek, gyertek! Utánam. Figyeljétek, és tudni fogják, hogy merre. Merre van az az utánam, mert így lerakosgatom a blokkokat. És nézzük, értik-e? Jönnek! Srácok, jönnek! <laughs> Oké, okay, átvezetjük őket teljesen ide. innen Innentől meg szőnyeggel. Várjatok, 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 nézzétek! <laughs> ők ugye nem látnak engem, mert láthatatlan vagyok, ők csak azt látják, hogy rakódnak le a szőnyegek. És, és ennyi igazából. Azért hozom át őket ide az erdőbe, hogy itt fa alatt éledjenek a lajosok. oksa, de azért lássák őket, jó. Hopp, ott egy command block a végén. Na ez mi lehet? Oké, okay, belemásolom a parancsot, és akkor mehet rá a kar. Na, ki szeretné meghúzni? Ki AKARja meghúzni? Gyerünk srácok, valaki húzza meg. Nem mernek a közelébe jönni. Vajon mi lehet ez? A lajos sereg. Na jó, én meghúzom helyettük. Ott egy lajos! Na jó. Megcsinálom a lajos sereget, ahogy ígértem! Mert hát ugye betartjuk a szavunkat, ilyen emberek vagyunk. És küzdenek! És leküzdik a lajosokat. Gyerünk, menni fog, srácok. Menni fog. Kemények vagytok. És leküzd, leküzdötték a lajos hadsereget. Szép volt srácok. Most megdicsérem őket, mert ügyesek voltak. Köszönjük. <laughs> Jutalmat érdemeltek. És gyémánteső a semmiből. Hopp, na ez hogy tetszik nektek. Ö, nem tudom, most megkapják ezt a gyémántot? Mert én... Aha, megkapták, úgy tűnik. Jó, nagyon ügyesek voltak, ezért megkapták a jutalmukat. Még valamit ír nekem az egyik srác. Kíváncsi vagyok mi az. Köszönjük. Jó, de jó fejek! A következő áldozatunk az nem más lesz, mint Pemál. És akkor rakjuk is le ide elé a csirkét, aminek az nem neve, hogy boxos és üssük meg. Hopp. Na, mi van? Boxos volt, nem én. Rakjunk ide is boxost. Boxos utolér, de miért a víz alatt megy? Lement a víz alá. Mi, miért ott mész, haver? Figyelt, följön, följön, följön. Itt is egy boxos. Eltűnt a srác. Ennyire nem tetszik neki. De miért megy el? Én nem értem, hogyha körén csirkéket raknának le, ez itt mi. Üdvözöllek, dicső vándor. Ó, ezt itt ő építette? Nem is rossz. Hát viszont sajnos erre a környékre is eltévednek a boxosok, az a helyzet. Tehát, öm, majd ha visszafordul, uram. Na, most mi lesz itt? Ő megver. Hát ő boxos. <laughs> És fél a boxos csirkétől. De miért? Miért nem üti csak le simán? Figyelj, oda is rakok egyet elé. Na, az is meg fog ütni. Hopp. És tényleg úgy mozdult a csirke, mintha hogyha ő ütötte volna. Ez most nagyon jól jött ki. Fél a boxos csirkéktől. Vártok, srácok. Akkor árasszuk el a, <laughs> az, apartmanján boxos csirkékkel, hogyha ennyire fél tőlük. Nézzük, ezzel vajon mit fog kezdeni? Pemál! Ez így nem állapot. Itt úszkálsz már, vagy 5 perce? És nézed, hogy a boxosok elfoglalták a bázisodat? Ezt, ezt te így hagyod? Ez így normális? Nem, valamit most már kezd magával. Hú, szétütött egy boxost! Gyerünk, boxos csirkék! Visszaadni? <laughs> Nem ír, mit kezdeni. A csirkék hadserege elfoglalták a bázisod. Ezt ide írtam neki. Kíváncsi vagyok, hogy ír-e rá valami hasznosat, vagy egyáltalán elolvassa-e. Aha, valószínűleg elolvassa, nagyon úgy néz, és elúszik. Még messzebb ment. Az komoly. Oké. Okay. Ott írta a csetre, hogy oké. Okay. Micsoda, és elmegy. Ez komoly? Ennyi? Elbírtam foglalni a bázisát csirkékkel? Ez a srác most, most szórakozik velem? Tehát, hogy... Tehát, hogy... Most mi van? Most miért nem megy és öli le a csirkéket? Ja, mert az előbb megpróbálta, csak aztán azt hittem, hogy a csirkék visszaütötték. Jobban teszed, ha tovább állsz. Jobban teszed, ha tovább állsz. Ö, Amúgy, ha. Ja, itt van, itt van, itt van, nézzük el, olvassa a következő üzenetet. Ha már jön is olvasni, figyeljetek, mennyire fontos neki ez a bázis, kíváncsi vagyok. Elmegy, vagy, vagy valamit írni fog, hogy azért ne ez kell neki. És Mizu, hogy mint? <laughs> Milyen a troll élet? Micsoda? Akkor tudja ő, hogy miről van itt szó? Itt vagy? Kérdezi. Háj, hé, hé, rájött, hogy mi van, rájött, hogy mi van. Én Hero Brain vagyok. És ha nem hiszed el, akkor Megöllek. Ajaj. Szerintem a tudtára jutott. Én tudom, hogy te vagy az. Ne, nem olyan könnyű átverni. Hmm. Hát ez, ez szed. Ez szed. Most így megmutatom magam neki, és így szomorú vagyok, és inkább elsüllyedek a víz alá. <laughs> Tudja, hogy én vagyok az, nem lehet palira venni. Adott egy, egy gombát. Most, most mit kezdjek azzal a gombával? Mindegy igazából odaadom neki a gyémánt adagot, amit érdemel aztán tovább állok. Jó, és én most megyek a következő és egyben az utolsó helyszínre. Itt is vagyunk az utolsó helyszínen, Zolikánál, aki éppen komoly dolgokon ügyködik itt a nedőrben, tehát szerintem megzavarná őt, hogyha valaki most elkezdene trollkodni vele. Ő malacokat fog kapni, amiknek őrláng a neve. Először is lerakok ide egy pár darabot, kíváncsi vagyok, hogy észreveszi -e, bár nem tudom, Ed, hogy nem vette észre? Na, csak észrevette. Csak észrevette. Bántod az őrlány malacot. Bár mondjuk, ja, Miért ne bántaná? Hát jó, van, figyelj, van emilyen őrlángom is. Nem tudom, hogy ezzel az őrlánggal mit kezdesz. Igen, igen, igen. Ez így kellemes lesz. Azt tuti. Valaki trollkodik. Á, de hogy maga hírobrány trollkodik veled. Megírtam neki egy táblára, bár nem veszi észre. Akkor beengedjük ezt az őrlángot. Gyere, őrláng, gyere. Ajaj. Na, figyeljé oda. Figyeljé oda, miket írok. <laughs> megpróbálta letörni a táblát, és pont akkor itt az őrlány. Most van ám gond, ugye? Ez már így már elhiszed, hogy hírobrány vagyok? Még mindig nem lát engem, csak a villámokat látja, ugye én láthatatlan vagyok neki. Ennyi? Ennyire nem érdekli őt? Ne villámok! Nem, nem gyanús valami, haver? Tudjátok mit? Megyünk másik helyre. Itt vagyunk az utolsó embernél, akit meg fogunk trollkodni. Nyomjunk bele neki először is egy pár villámot, ez a belépő. Hopp, hopp, jaj, az kicsit eltalált a szegénykét. Oda is egyet, oda is egyet. Most bemegy a föld alá, bemegy a föld alá, azt hiszi, hogy ott biztonságban lesz. Aha, nagyon elhitted. Adjunk neki pár darab őrlángot, szintén, mint az előző srácnak. És figyeljétek, át fognak mindjárt változni. Bum. Nem, itt nem változnak át. Pedig pedig át kéne, hogy változzon a zombi malac emberré. Ne! Viszont így legalább megbírom védeni őket. Kérdezi, hogy ez mi? Jó, őt palira lehet venni. Nem tudja, mi ez. Akkor ideírom egy táblára, hogy... Hero vagyok. Ö, haver? Ott, 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 a tábla. Hero itt van. Csak most meg pont a rossz oldalát nézi. Ez az? Észrevette? Na, erre mit mond? Nice. <laughs> Ennyi? Nem, senki nem veszi be ezt a Herobrine dumát? Az jó. Hát nem, nem annyira. Hogy itten van. Ok. Értem. Hát akkor igazából, tessék, őrláng. Jaj, vigyázz, robbanó őrláng, zöld színű robbanó őrláng, és van belőle pár darab, összegyűlnek itt alattad, amíg te ott bányázgatsz. Hát igen, ez egy ilyen dolog, sajnos. Sajnos nem tudsz kijönni abból a bányából nagyon most már többé. Az úgy jó. Jaj, egyet felraktam, az bebír menni mellé. Hát én ezt nem hagytam volna. Bum. Így, ez de jól nézett ki. Nehogy véletlenül láva folyjon le föntről. Ó, hát az úgy már nem fog rád sokat hatni, mindjárt rakunk másikat. Azt mondja, hogy hallod, de csak ennyi, hogy hallod. Na mindjárt utána megyek, az hallom. Hát, srácok, az a helyzet, hogy ő erre Á, oda raktam volna a lávát, csak nem akartam, hogy meghalljon, tehát inkább nem raktam le. Viszont az őrlángok itt elégtek mind, már mint a creeperök igazából, ne szegények. Jó, nem az összes, mert maradt még egy jó pár darab életben, de egy jó nagy rész elégett. Nézed, tetszik a láva folyás? Na, hopp, ez hogy fog tetszeni? Hoppácska, menekülj, én azt mondom. Run. Szegény, szegény vadon, resetelni kellene. Ja mi, Dehogy nem, nem, ezek, ezek innen el fognak tűnni, nyugodjatok meg, srácok, ezek a lávák nem maradnak itt. Tehát ez csak szépen lefolyik, aztán igazából eltűnik. Na, mit szeretnél még, te srác? Barkácsolt egy táblát. Azt figyeljétek, írni fog nekem valamit. Nehogy közbe elsüllyedjen a föld alá, tök véletlenül. Nehogy bezárjam oda. Nehogy lávát rakjak rá. Igen, és mit ír? Kellene resetelni. Mi van? Mit akarsz resetelni? Alád ne robbanjon egy creeper. Vigyázz. A vadont. Honnan értette, hogy mit kérdeztem? De úgy nem tudom, minek tényleg megnézitek, komolyan mondom, ez a láva el fog innen tűnni, szépen lassan lefolyik és eltűnik. Srácok, ez nem marad itt, nyugodjatok meg. Én magam után egyébként tisztítani szoktam a dolgokat, csak azokat kivágom a videóból. Tehát én, én nem összetrolkodom a világot, aztán úgy, hagyom, mindenki nyugodjon meg. Azok, azok a jelenetek, ahol én rendbe teszek mindent, azok kivannak vágva a videóból. De egyébként minden helyszínt rendbe szoktam tenni. Hirobrine rendben hagyja maga mögött a helyszínt. Nyugodj meg, barátom. Ö, várjál, mire ezt leírtam, eltűnt innen. Nem már. Visszajött. Ja, visszajött ide megnézni a lávát, de ez a láva már lefolyt, haver. Itt a tábla, gyere, olvasd már el. Végre. Ide értél, de nem néz, néz meg a táblát, van valami ráírva, néz oda lentre. Igen, 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 az őrláng is nagyon nézi, hogy mit ír éppen a barátunk, ugye? Ugye miért unalmas ennyit várni? Azt erről senki nem tud, mert ezt kivágom a videókból. De az egész vadon kellene resetelni, mert már nincs hely. Építeni házat. Hát de Hát de akkor ez itt mi. Ha ez itt nem hely, akkor ez itt mi. Jó, én megértem, hogy biztos már nagyon sok ház van ide építve, meg szét van barmolva, azt tudti, meg szét van durva mindenfele. Viszont szerintem csak lehet még találni olyan helyeket, ahol lehet építkezni. Bár ebben nekem nincs nagyon beleszólásom, hogy mikor van újra rakva való, meg mikor nincs, szóval ehhez. Ez nem hozzám kéne fordulni ezzel. Van egy kis kajád, megkérdezte ellipszínás ével. Persze van, figyelj, bro. Nézd csak, kapsz sült morhaúst, kapsz. 64 darabot, mert na, megkapta Sweet Öh, hát nem kapta meg. Jó, jó, így, ha egyesével dobálom, így megkapja őket, nagyon fullos. Viszont van egy rossz hírem, barátom, az a helyzet, hogy TNT eső fog esni a fejedre, hogyha nem bánod, nem vette észre. Jó, menj oda! Boom! <laughs> Jaj, észrevette, hogy innen szállnak alá a tnt -k. Nem jó. Srácok, még egy utolsó dolgot trollkodok vele. Figyeljétek, kiveszem az inventoriából a két darab gyémánt és Adok helyette, vagyis nem is az, hogy adok helyette, hanem hogy lerakok neki egy gyémán blokkot. Figyeljétek, oda lerakok egy gyémán blokkot. Na ezzel vajon így mit fogsz kezdeni, barátom? <laughs> Kicsit idegeskedett láttátok? Rakok lenni még neki egy párat. Hadd örüljön. Várjátok, tudjátok mit? Átépítem itt az egész egy gyémán blokkokból. Igen, azt hiszem. Azt hiszem ez így fog működni jól. Aha, a récs, pumpa. <laughs> Jaj, nem, 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 nem. Kiszedjük, hol van? Vassákányt kiszedjük a kezéből. Így is van. Nem szedhet föl többet. És enyémek. És egyet se kapott meg szegény. Figyeljétek srácok, nincs az inventoriában egy darab sem. Majd mindjárt kraftol egyet. Azt hiszi, hogy mindjárt kraftol egyet. Figyeljétek. várjatok ahogy lekraftolja kiveszem az inventoriából. Mindjárt megjelenik elvileg ott. Nem, az csak egy tábla. Hoppá, ajaj, üzenetet fog küldeni nekem, jaj ne, <laughs> egy emoji, hmm. na viszont legalább nem mérgeskedik, ezt tetszik, ezt tetszik, hogy nem dühöng, jó, jó fejnek tűnik, tényleg, tudjátok mit, akkor kiütöm még ezt a kettőt, ez a hat, ez a hat meg lehet az övé, visszakapja a gyémán most már, jaj, hopp, ezt nem akartam, figyeljetek, megjelentem neki, most itt vagyok, és akkor visszakapja ezt is, ezt is, meg ezt is. Ez meg itt legyen a jutalma. Srácok, úgy tűnik, hogy ha egérrel dobok ki cuccokat, akkor azok eltűnnek. Látjátok, az kitörlődik, erre jöttem rá. Tehát, hogyha vissza akarok valakinek adni valamit, ne az egérrel dobjam ki, hanem rámegyek és az erbetűvel. Vagy ja, hát másoknak a kúval, de nekem az erbetűre van ráállítva. És hát, srácok, ez a videó most ennyi lett volna. Én nagyon szépen köszönöm, hogy végignéztétek. Hogyha tetszett, akkor nyugodtan nyomassatok rá egy lájkot, és legyen további szép napotok. Sziasztok!